Hát szóval, srácok, lányok, nem tudom, igazából már sokszor kezdtem ezt a videót, hogy igazából most ezt hogy is mondjam. Biztos már sokan tudjátok, hogy miről beszélek, lehet, hogy esetleg láttátok is már sajnos. Hát lényegre térnék, nem akarom ezt olyan sokáig húzni, csak tehát elmondom nektek ezt az egész történetet, hogy ne csak így ilyen háttér információkból értesültek a dolgokról. Szóval az egész úgy kezdődött, hogy én elkezdtem beszélgetni egy lányjal, tényleg nagyon jó voltunk, így el voltunk minden, és hát de furcsa ezt kimondani. Jó, nem is akarom tovább húzni, tényleg. A lényeg, hogy én küldtem magamról egy olyan képet, amit, hát fogalmazunk, nem kellett volna. Így már utólag visszagondolom, nem értem, hogy ezt miért tettem, semmi értelmét nem látom, de megtörtént, hülye voltam. Ez van. Hát és ez a lány, ez visszél ezzel a képpel, ezt kiposztoltam mindenhol, ugye az én nevemmel, és egyből így el is terjedt. És úgy voltam vele, hogy... Hát, mivel ha így már tudtok róla, akkor legalább tudjátok az egész történetet. Én nagyon sajnálom, srácok, remélem, hogy emiatt nem fogtok rám megharagudni, meg ilyenek. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy vigyázzatok magatokra. Ide be is vágom akkor ezt a képet, és tényleg bocsánat. Április 1-es, puszillak titeket.